Na hello mindenkinek, kijött a 9. heti Fortnite challenge-ek, úgyhogy kijött ez a videó is. Az ezelőtti útmutató videóban, pontosabban a 8. heti challenge-ek útmutató videójában megkérdeztem, hogyha szerintetek össze tudjuk gyűjteni a 300 like-ot, és 300 like-ból meg több mint 700 like lett. Sose hittem volna. Kíváncsi vagyok, hogyha most is meg tudjuk csapni a 700 like-ot, köszönöm szépen előre is. És akkor lássuk, hogy milyen új challenge-ekkel dobott meg az Epic Games. Kezdjük az ingyenes challenge-ekkel, Land at Loot Lake, Search Chest at Polar Peak or Lonely Peak, és az utolsó challenge, Ride 3 different Volcano Vents without landing. Folytassuk a Battle Pass challenge-ekkel, az első challenge első stage-e, Dance between 3 ice sculptures, deal damage to opponents from below, revive a teammate at Reboot when, és az utolsó challenge, eliminate opponents in different matches. Nem akarom húzni az időt, elég érdekes challenge-ek, szóval kezdjünk is neki. Az első challenge, ami a legkönnyebb, Land at Loot Lake, és persze ez csak az első stage-e, és folytatódik Lucky Landing-el, Salty Springs, Lonely Lodge és Haunted Hills az utolsó stage. Nem alok lennél a challenge-nél, hiszen értelmetlen. Landolásról van szó, ahogy kiugrottál a repülőből, egyenes oda kell landolj, egyszerű, mint a feliratkozás. Második challenge, Search Chest at Polar Peak or Lonely Lodge. Pontosabban 7 chestet kell keresnünk Polar Peak vagy Lonely Lodge területén. Sok sikert mindenkinek! És eljöttünk az utolsó ingyenes challengehez, ami nem más, mint Ride 3 different Volcano Vents without landing. Három különböző Volcano Vents-en kell repülnünk, anélkül, hogy lezuhanjunk. Amit én tudok javasolni ez a challengehez, hogy próbáljátok meg a vulkán körüli venceket, hiszen sokkal több van, mint máshol, és sokkal könnyebb is lesz majd nektek. Nagyon könnyű challenge, 5 másodpercen belül meg lehet csinálni. Elértünk a Battle Pass-es challenge-ekhez is, de mielőtt el nem kezdenénk, arra kérlek meg titeket, hogy ha akartok támogatni vagy segíteni, ne felejtsétek, az én supporter creator kódom NorbertYTB nagybetűvel, nagyon szépen köszönöm. Az első challenge első stage-e Dance Between 3 Ice Sculptures. Három jégszobor közt kell táncolnunk, ami pontosabban itt található a térképen. Második stage Dance Between 3 Dinosaurs. Három dinosaurus közt kell táncolnunk, amit persze mutatok is, hogy hol található. És az utolsó stage ennek a challenge-nek, Dance Between 4 Hot Springs, 4 forrás közt kell táncolnunk, ami persze a vulkán mellett bal oldalán található, és mutatom is a térképen, hogy pontosabban hol. Második challenge, Revive a Teammate at Reboot Van. Egy csapattársat kell visszahoznunk életre a Reboot Van segítségével. Ehhez persze kell egy barát is, hogy sokkal könnyebben menjen, de ha nincsenek barátaid, ne aggódj. Ajánlom a squadot, hiszen ott három csapattársad van, ami egyenlő, hogy sokkal több esélyed van hozzá, hogy teljesítsd a challenge-et. Harmadik challenge, deal damage to opponents from below. 500 damage-et kell okoznunk olyan ellenségeknek, akik alattunk vannak. Ajánlom a Team Rumble-t és a Sniper-t, hiszen 2-3 lövésből teljesíteni tudod ezt a challenge-et is. És elértünk az utolsó challenge-hez, ami úgy szintén könnyű. Eliminate opponents in different matches, 5 ellenséget kell ölnünk különböző meccseken. Nincs feltétlenül egy tippem ez a challengehez, de ha kellene adjak, az akkor a Team Rumble lenne. Köszönöm szépen, hogy végignézted ezt a videót, csak meg a like gombot, hogyha úgy érzed, hogy segítettem, vagy tetszett a videó, és a feliratkozás gombot, hogy ne maradj le semmiről.